Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damien a Dead vagyok. Ebben a videómban játszani fogunk, úgy bizony nyereményjáték következik, úgyhogy ha szeretnétek nyerni Blu-ray-t, vagy DVD-t, vagy dedikált könyvet, vagy dedikált horror magazint, vagy mozi magazint óriás poszterrel, akkor tartsatok velem! YouTube csatornámon nemrégiben sikerült elérnem a 100 feliratkozót, sőt, amikor ezt a videót csinálom, már 190-nél tartok, és ebből az alkalommal úgy döntöttem, hogy tartok egy nyereményjátékot, de mielőtt belekezdenék, legelőször is szeretném megköszönni mindenkinek, aki feliratkozott csatornámra, illetve mindenkinek, aki akár csak egy másodpercet is nézett bármelyik videómból. Én ígérem, hogy folytatom a jövőben is, továbbra is lesznek kritikák, ajánlók, kicsomagolós videók, horror széria rangsorolások, top 10-es listák, havi beszerzések, és tulajdonképpen minden, ami eddig is volt, illetve vannak új ötleteim is, amiket szeretnék sohra megvalósítani. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen mindenkinek, és akkor most következzen egy nyereményjáték. Nos, hát ennek a játéknak egy nyertese lesz, aki összesen 10 nyeremény lehetőség közül választott majd magának szabadon egyet. A nyertes sorsolás útján lesz kiválasztva, a nyereményt pedig majd elpostázom neki, vagy hogyha esetleg megoldható, akkor akár a személyes átvételt is megbeszélhetjük. De azt majd ugye a nyertessel megbeszélem, ha már ott tartunk. Úgyhogy akkor legelőször is megmutatnám, hogy mi ez a 10 nyeremény lehetőség, aztán pedig elmondom, hogy hogyan lehet nyerni, mik a játékszabályok. Legelőször is Misery, vagy magyar címén Tortúra, Stephen King regényének a feldolgozása, 1990-es horrorfilm, Kathy Bates és James Caan főszereplésével. Ez a Scream Factory-nek a kiadása, amerikai Blu-ray kiadás, bontatlan kartontokkal, egy lemez van benne, kétféle borítóval, és a saját példányomon megmutatom, hogy ez hogy néz ki. Itt a kartontok, meg a kétféle borító. Jó, ott van benne az egy lemez. És a bontatlan példányt lehet ugye természetesen megnyerni. A lemezen rajta van a film felújított változatban, nagyon szép minőségben, illetve rengeteg extra. Van rajta egy trailer, két audio kommentár, illetve egy rakás kisfilm meg interjú. Úgyhogy nagyon szépen meg van pakolva. Ez tényleg egy nagyon jó kiadás. Talán a létező legjobb, ami ez a filmhez készült eddig. Egyébként 2011 legvégén jelent meg eredetileg ez a Blu-ray. Úgyhogy akár ezt is meg lehet nyerni, viszont aki ezt választja, két fontos dolgot mindenféleképpen el kell mondanom. Az egyik, hogy nincs rajta magyar vonatkozás, tehát a filmet eredeti angol hanggal lehet megnézni, illetve van hozzá angol felirat. A másik pedig, hogy ez egy A-régiós lemez, tehát régiófüggetlen Blu-ray lejátszóra vagy A-régiós Blu-ray lejátszóra van szüksége megtekintéséhez. Ugye a sima hazai Blu-ray lejátszókon ezt a lemezt nem lehet megnézni. Úgyhogy ezt mindenféleképpen vegyétek figyelembe. Aztán a 13. rendőrös ostroma, egy John Carpenter klasszikus filmje. Egy DVD, magyar kiadás a Budapest Filmtől, és ahogy láthatjátok, ez már bontott, a saját gyűjteményemben ajánlom ezt fel, de egyébként teljesen jó állapotban, normális állapotban le lehet játszani rendesen, tényleg semmi gond nincs vele. Van rajta magyar szinkron és magyar felirat, illetve eredeti angol hang, és azt hiszem, hogy extrák nincsenek rajta. Aztán Elefánt 2003-ból, szintén magyar DVD kiadás, bontott, a Budapest Filmtől, és ez is teljesen jó állapotban van, nincs olyan semmi gond. A lemezen van eredeti angol hang, angol felirat, illetve persze magyar szinkron és magyar felirat is, illetve ezen már extrák is vannak. Ezt a filmet még nem láttam soha, de akit érdekel, akár ezt is megnyerheti. Egy 2003-as dráma thrillerről van szó, ami igaz történet alapján készült, egy iskolai lövöldözésről szól. Aztán Erik legendája, Vesper Krónikák első rész. Ez az én első regényem, amit dedikálva lehet megnyerni. És ez a Vesper Krónikák regény sorozatnak az első része, ami műfaját tekintve egy fantasy sorozat, de bőven megtalálhatóak benne a kaland, az akció, a thriller és a horror elemek is. Erről a könyvről találtok egy videót a csatornámon, ami, ha jól emlékszem, akkor talán pont a legelső videó volt, amit valaha is feltöltöttem, illetve a Facebook oldalamon találtok róla a képeket, és akár a tartalma leírást is elolvashatjátok. És 320 oldal körül van. Aztán a lánya másik világból, Vesper Krónikák második rész, ez a második regényem, amit ugyancsak dedikálva lehet megnyerni.
Ez 430 oldal körül van. Erről is találtok egy videót a YouTube csatornámon, illetve képeket Facebook oldalamon. És ezt a könyvet, mivel konkrét folytatása az első résznek, ezért elsősorban inkább olyanoknak ajánlanám, akik már olvasták az elsőt. De egyébként az eddigi visszajelzések alapján azok, akik mindkettőt olvasták, azt mondták, hogy a második rész a jobb, azt tetszett nekik jobban. Aztán Fangoria Horror Magazin, ugye ez a magyar Fangoria Horror Magazinnak a 20. száma, címlapon a Köd című filmmel. A Fangoria 2004 és 2008 között létezett, ez a borzongásnak az elődje, és 2008 márciusában jelent meg ez az utolsó szám, és én ebben a magazinban, ebben a lapszámban debütáltam kezdő íróként. Két cikkem olvasható benne, a Steer of Echoes, vagyis 7. érzék második része, illetve a Wrong Turn, vagyis halálos kitérő második részéről egy-egy kritika, és akár ezt is dedikálva lehet megnyerni. Aztán Mozimánia magazin, ez a 2013 augusztusi szám, címlapon a Hobbit második részével, és van benne egy két óriás poszter, és az egyik az a Elysium zárt világ, a másik a végzett erekei csontváros. És teljesen jó állapotban van a magazin is, meg az óriás poszter is. Aztán Mozimánia magazin, szeptemberi szám 2013-ból, címlapon a zöld íjásza, ebben is van óriás poszter, az egyik az a Riddick, a másik a Hajsza a győzelemért. Aztán Mozimánia magazin, 2014 júniusi szám, címlapon a Transformers 5. részével, óriás poszter a Transformers 5 és a Csillagainkban a hiba. Aztán Mozimánia magazin, 2014 októberi szám, szintén óriás poszterrel, címlapon az ismeretlen Dracula, óriás poszteren a Harag és a Bíró című filmek. Nos, hát ez volna az a 10 nyeremény lehetőség, amik közül a nyertes szabadon választott magának egyet. És akkor nézzük, hogy hogyan lehet nyerni, illetve mik a játékszabályok. Most ma, amikor ezt a videót felveszem, március 9-e szombat délután van, és március 10-én vasárnap délutántól láthatjátok YouTube-on, és kb. 2 hét lesz a játékra, úgyhogy március 23-a szombaton 12 óráig lehet rá jelentkezni, aznap délután megtartom a sorsolást, amit fel fogok venni videóra, és aztán másnap, március 24-én vasárnap délután fogom feltölteni ezt a videót YouTube-ra, úgyhogy a nyertes ebből a videóból fog értesülni arról, hogy ő nyert. És egyébként nagyon egyszerű lesz nyerni, mindösszesen 3 dolgot kérek tőletek. A legelső, hogy iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha már megtettétek, akkor minden rendben. Hogyha még nem, akkor ezt többféleképpen is megtehetitek, például a videó alatt a feliratkozási korra kattintva, vagy a videó sarkában találtok egy fehérres átlátszó négyzetet benne pirossal a nevemmel, hogyha arra kattintotok, úgyis megtehetitek. Illetve a videó végén elő fog majd jönni itt mellettem egy karika benne a fényképemmel, hogyha arra kattintotok, akkor úgyis megtehetitek. Aztán a második dolog, hogy lájkoljátok ezt a videót, vagyis YouTube-on kattintsatok a tetszik ikonra a videó alatt. A harmadik dolog pedig, hogy szintén YouTube-on a videó alatt hozzászólásban írjátok meg, hogy melyik nyereményt szeretnétek. Ugye értelemszerűen mindenki csak egyet válasszon, így a sorsoláskor rögtön tudni fogom, hogy a nyertes mit fog kapni. És tulajdonképpen ez a 3 dolog, amit kérek tőletek, úgyhogy ez tényleg nagyon egyszerű, így lehet nyerni. A továbbiakban pedig szeretném nektek ajánlani Facebook, Twitter, illetve Instagram oldalamat, ugye ahova olyan dolgokat is feltöltök, amiket YouTube-ra nem, például filmes híreket, előzeteseket, képeket vagy információkat a könyveimmel kapcsolatban. Úgyhogy ezeket is ajánlanám, hogy ott is követhettek, a linkeket megtaláljátok a videó végén, illetve a videó alatti leírásban is. Illetve nagyon sokat segítene nekem az, hogyha ezt a videót, vagy például a YouTube csatornámat megosztanátok Twitteren, vagy Facebookon. Úgyhogy ezt tényleg nagyon megköszönném, ugye, hogy minél többekhez eljusson a YouTube csatornámnak a híre. Minél többen értesüljenek erről. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, azt is, hogy velem tartottatok, és sok sikert kívánok mindenkinek a játékhoz. Hamarosan jövök egy újabb videóval. Sziasztok!